az idő. Azt mondja, Perugia, Como, 91X. Fiorentina, Barbár, Napoli, 03X. Megjegyzem, a barbárok foggal, körömmel küzdöttek a belsőségért. Elnézést az elsőségért. Sampdoria, 4. internacionáli, 15, semmi, semmi, X. Az internacionáli szégyenletes vereségét elavult játék stílusának köszönheti. És még egy hír, Kazincz Barcika fenékpuszta törölve. Remélem ez követhető volt, úgyhogy akkor, amíg összevetik otthon a helyes tipszelvényt a sajátjukkal, megengedik. Szép ez a puszi szám. Apropó, egy rózsás hír, a kerékpár szerelmeseinek. Egy másodperc itt volt. Rácsmit Otokár, a kicsapongásairól híres ifi kerékpáros első versenye a felnőtt válogatottban meglepő eredménnyel zárult. Megérkeztem. Jó estét! Jó estét! Jó szurkolást! Hát kérem, kedves drukkertársaim, azt hiszem, nem bánhatunk kesztyűs kézzel a dopping kérdéssel. Sajnos napjainkban egyre több szó esik a doppingról. A doppingszedők veszőfutása indokolt. Aki doppingszert szed, kérem, az véd a környezeti előírások ellen, mivel a szervezetéből ugye a csatornába, csatorna rendszerbe kerül a doppingszer, aztán pedig az élő folyóba jut. Itt a halakba beépülve nagyon komoly problémákat okozhat. Kaptunk egy MT hírt, amely arról értesít minket, hogy a csendes óceánban dunai pontyok cápaként hasítják a vizet. Hát én azt mondom, mi viszont evezzünk most sokkal csendesebb vizekre. Fölkerestük háromszoros gerelyhajító olimpiai bajnokunkat, Lolka Bolkát. Elnézést. Lolka Bélát. Azt hiszem Béla. Igen. A nemzetközi sportélet egyik legnagyobb gondja manapság a doping kérdés. Te, aki élsportoló vagy, hogy éled ezt meg? Én maximálisan elítélem túl azon, hogy hát nagyon sportszerűen, nagyon egészségtelen is. Én azt hiszem, minden tisztességes sportoló ezt így éli meg. Arról nem is beszélve, hogy teljesen fölborítja a sportoló hormonháztartását. Én tudom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de vagy meg őszintén, soha egy picit sem próbáltad? Bevallom, egyszer kipróbáltam, de rám hála Istennek semmilyen káros hatással nem. Jó estét, jó szurkolást! Kérem, megpróbálunk kapcsolatot teremteni Fanándorral. Haló, Nándi, haló. Nándi, jelentkezz. Haló, én hallom. Szervusz, Nándi. Jó estét, jó szurkolást, jó étvágyat. Nándikám, merre hajózol, mit csinálsz most? Hát, hogy merre hajózom, azt nem tudom, tehát az iránycímet elnyeltem az óceán. Vagy mit csinálok? Hát kb. Fél órája bontottam fel a feleségem ajándékcsomagját, amelyben egy vezeték nélküli vasalót találtam. Nagyon megörültem neki, rögtön kivasaltam az orvitorlát. Halló? Nem veszélyes művelet ez, Nándi? Hát nem, hát mondjuk veszélyes lenne, ha az árboltot kellene vasalnom, de ez tegnap kettét jött, így a vitorla fedélzeten fekszik. Holnapra kijavítom az árboltot, utána hozzákezdek a tartalékkormány szereléshez, ami akkor ment össze, amikor egy jégzátony fölhasította a hajó alját, amelynek következő jó étvágy az, a hat akkumulátorból kettő alábölt az óceánba, magával át a navigációs berendezések részét, amire az élelmiszer kontinent támaszkodott. Te is, milyen az idő arra felé, Mándi? Hát, hogy merre felé, hát ezt nem tudom, mert itt említettem, nincs iránytűm, de nem kellemes. A főárboltban tegnap villámcsapott, így megszűnt a hajó világítása, és kinyúlott a fővitorla. Kétségtelen, ennek köszönhetően éjszaka jól látszott a hajóba, hiszen hajnalra sikerült lokalizálnom. Tehát addig végig világítottam. Haló, Nándi, és egyedül csináltad, hogy hát a hajón szinte minden fa, Nándor? Ez így igaz, és
és azok el is égtek. Egy evezőt sikerült megmentenem, és most így haladok előre. Te honnan meríted az erőt ez a ember próbáló gigáci küzdelemhez? Hát tegnap óta nem erőt merítek, hanem vizet. Egy kézzel evezek, egyel meritek. És még lehetek első is, hiszen aki mer, az nyer. Hát te, mit üzensz haza a szeretteidnek, Názi? Jaj, hát mindenkit ölelek, csókolok, a szponzorokat is, és azt üzenem, hogy ne izguljanak, mert a hibákat kiavítom, és a hajótesten támadt repedéseket eltömöm surokkal. Hát akkor köszönjük, jó estét, jó szurkolást, Nándikám. Halló, halló, ennyi lett halló, jó. És akkor... A telesportunk mai vendége következik. Háromszoros, sőt négyszeres, többszörös olimpiai világ, Európa, kontinentális és kerületi bajnokunk, dr. Sárenbitzer Emil. Doktor. Köszönöm a meghívást. Soha nem felejtem el az első olimpiámat, akkor még olyan kis serdülő lány lehettem, de minden nem volt már a sport. Na, faluban egymás mellett laktunk az edzőmmel, Honya bácsi, valaki hát később teljesen megkopaszodott, és az egész falu csak Tarhonyának hívt. Na, így laktunk, most hirtelen semmit nem láttál, itt laktak ők, vagy fordítva, mert aztán mi lakást cseréltünk. Én neki nagyon sokat köszöntem. Az első olimpiámon még akkor jól bírtam magam, olyan szép szál, alacsony növési, magas kis legényke voltam. A maratóni 1000 kilométeres, hát az ekkor töltött káposztában indultam. Ha szabad így kifejezni magam, én lezabáltam az egész mezőn. A berlini olimpián az 500 méteres rántottába győztem, pedig hát akkor már mondjuk háborús szelek fújdogálták az adagokat. 1945 után a háztöm körüli melasz bajnokságban értem el előkelő helyezést. A római olimpián a nagy számom a 100 méteres túrógombóc evés volt. Utána még részt vettem egy izraeli sóletkupán, de ott már éreztem, hogy kezdtek kiöregetni. Ma már visszavonultam élek, csak az emlékeim meg a gyomorfekélyem maradtak meg. A nagy túrógombócokból pedig csak a nagy túró. Mindegy, fiú. Jó estét, jó szurkolást! Köszöntöm Önöket a Telesport stúdiójából. Egy rövid filmhír. Edzés közben látogattuk meg a kiöregedett kalapács vetőt, Szeg Etelt, aki hajlott kora ellenére még a mai napig töretlen lelkesedéssel gyakorolja kedvenc sportját, a kalapács vetést. Aki kalapácsvetőnek született, az élete végéig kalapácsvető maradt. Jó estét! Jó szurkolást! Hát lassan búcsúzik Önöktől a Telesport stúdiója. Még egy hírünk érkezett, ha jól látom. Ez egy nagyon rövid hír lesz. Köszönöm szépen a kollégának. Kérem szépen, a kubai fedett pályás próbaolimpián egy sporttragédia történt. Hát mi ezzel a hírrel búcsúzunk, és ne felejtsék el, holnap reggel is szól a kakas. Illetve holnap reggel is jelentkezik a Telesport. Bocs.